Na, szevasztok! Folytatom tovább a Far Cry 6-ot. Még pedig ott, ahol abba hagytam. Ugye, az előző részben leigáztuk szépen itt a Maria Marqueznek a rum készítő üzemét. Úgyhogy most folytatjuk tovább, még pedig a... Mit tudom én, milyen most. Várjál. Hopp, itt a gyémántos, lehet, hogy ezt inkább útba ejtjük először. Milyen küldetést csinálok én most azért, csak-csak megnézem négy a csajnak a izéját. Mi a cucmány udli ez? Itt tudom én. Nem tudom. Se baj. Kiiktatom. Egyelőre, és akkor mehet ez a izé, ez a gyémántos küldetés, ezt még meg akarom csinálni, nem tudom mi. És egyébként van még egy-két olyan dolog, amit meg kéne csinálnom, mégpedig a... Ez egy baromság, nem tudom mi az, de baromság, az tuti tutku. Itt még van elméletileg az ötből, ha jól néztem az előző részbe. Itt ki kéne szabadítani, jó, a csorizót azt nem fogom magam mellé állítani, mint izé... mint Amigo, vagy mi a túrónak, ja, Amigónak. A kakast kéne megcsinálnom, itt ugye magam mellé tudom állítani a bumbumot, ami boomer volt a izéba, a Far Cry 5-be, és ez az oluszó, ez egy puma, vagy a jó Isten, de ezt még soha sem sikerült magam mellé állítani. Erre is rá fogok állni, szerintem még mielőtt be fogom fejezni ezt a játékot, de majd föl kell fedeznem, hogy hol van. A csorizó kakas, az hol is volt? Az várjál, az itt valahol csináltam. Talán itt. Azt hiszem itt volt. Aha, itt van. Cicerón, ja, Cicerón, nem csorizó, Cicerón. Várjál, itt akkor megnézzük ezeket a izékat. Ez a 67-es, mi ez, tank? Ez a tank, valamilyen tankos küldetés. Aha, ja, tehát a, hogy hívják, vagy lehet, hogy elnézem. Rosszat mondok, 1967-es. Miguelina. Woman. Na várjál, már nézzük már meg ezt is. Na jó, megnézem ezt a izét. Ezt a gyémántos küldetést, hogy ez mi a gyász, mert ez közel van, és akkor utána majd kiderítjük, hogy hol van, ott van négy, hát nincs is olyan közel, bassza meg a jóba. Azt hittem, hogy közelebb van. Már elrakom a fegyvert, nem felejtettem el azóta izét. Így, az Y-nal, mert... Na fuss-e, így. Szedd a lábod, Denikém. Van szerencsém délután csinálni a videót, nem este. Itt van egy csöves. Valahol. Dudorászik is. Hát te meg mit bujkáltál itt lent? Fosnyi óta, én meg megzavartalak. Hülye a gyerek. Most összefostad a bokádat, mi? Te se nézelődsz már itt tovább. Itt nem hiszem, hogy te lehet, hogy be tudok. De sokan vannak itt. Mi a fene van itt? Lehet, hogy osztogatnak valami cukorkát, vagy ilyesmit. Hoppá, röptibe. Elkaptuk a galambomat.
kizsebeltük. Dem. Mi beszélek mindig többes számba? Nem is értem. Ajaj, kutya! Állj már meg, te nyüves! Szerencsétlen. Sajnálom a kutyákat, de... sajnos itt a játékban ez nem arról szól. Állj meg, van egy felszólító jel a fejed felett. Te akarsz nekem valamit mondani, nem? Nem, nem akarsz, nem is felszólító jel. Ez tuti, hogy mutatott nekem valamit. Aha, jó. Semmit. Azt hittem, hogy mutat nekem valamit. Ott arra még van valaki. Ládát nem látok, de... attól függetlenül ez böki nekem a szememet, hogy ez itt napozik. Az árnyékba. És arra van kint. Jó, hát akkor ott marad. Na, menjünk tovább. Ott van egy kis kapu. Nincs izé, egy gyémántos láda, vagy... vagy valamilyen láda sehol? Ó, eljöttem egy Libertatetas tatyó mellett. Szeretem ezeket a izékat. Kihívásokat, de a, ez a gyémántos küldetés ebbe egy kicsit túl van lőve. Mondjuk úgy nagyon el van dugva, nagyon-nagyon. Hoppá, várja a firka. Az melyik? Ez valami whisky gyár. Ó, ezt nem csinálom meg, ezt nem szeressem. Na jó. Ez baromság. Na, hol láttam azt a izét? Azt a 1946-os sárga villamosost. Ez nem az út. Várja. Meg lesz. Ez. Ez az. Kapnék egy my papa. Lehet, hogy ezekre is rá kéne állni, mert ezek között is van egy-két olyan, amiben van fantázia. Ja, itt lesz. Aha. Ez a izé. Ez a... Vogue Boy. A kiskutya. Aha. Jó, nem itt volt, itt lesz. Itt lesz, várja, kicsit rá kell nagyítanom a térképre. Itt lesz. Ez az. Ide nyomunk egy fast travelt. Ó, 1967, lehet, hogy ez az a zeregnek a küldie. Hát, hogyha az, akkor inkább elmegyek csicseronozni. Na, töcsi. És valami képet, vagy mi a jó Istent kell, hogyha jól emlékszem, az öregnek megszerezni. Kicsit összetett ez a küldetés, mert mint hogy elég nehéz. Hol vagyok? Itt vagyok. Igen. Ezt megkérdezem. Aha. Kus. Na dobáld a bicskát, hülye gyerek. Meg a végén eltalálsz valakit. Az ám az öregnek a küldje. Hát az... Na nézzük, mit akarsz te? Nyíves. Igen, majd én mindjárt lefordítózom. Igen, abban mondott te. Battlefield. Na, azt mondja, hogy bocsánat kérésem, átadásához bátrabbnak kell lennem,
lenned, mint én, édes Miguelini volt az első nő. Az 1967-es forradalom idején szerettem bele, szintén az övé volt az első szívem, amit összetörtem. Itt az ideje, hogy tudjam vele, tudassam vele, hogy sajnálom. Hát és akkor ezt miért velem akarod intéztetni, te vén ember? A csöves. Elvállaljam. Ez annak a... Jó van. Legyen. Hey Lorenzo, did you hear Yelena Morales' speech? Everyone's talking about it. Most nem mutatja meg, hogy jöde arra valamerre. Arra ott vanni. 1069 méterre. Erre biztos, hogy lesz tatyó. Nem fogok annyira ráállni most a táska dologra. Itt mi van? Sierra. Erre fogok jönni. Jó. Jealous? Jealous? Are you crazy? Why would I be jealous? Helikopterrel megyek. Ezt a falat firkáljátok, csövesek. Miért nem mentek a faluba? Azt ott emberködtök. Jó. Az helikopter? Az ott repülő. Ez lehet helikopter. Ez a... Ezzel a bigyóval megyek. Ha le akarnak szedni, kicsit magasabbra megyek. Ha esetleg le akarnak szedni, akkor... Még... Várja, mit néztem itt, hogy... Hogy erre kéne jönnöm? Miért néztem? Ja, hogy ezt meg kéne lesni, igaz? Aha. Hogy mi az ott. Ezzel ereszkedek. Hajtsd már lejjebb, nyomorodjál meg. Mi van itt, ami miatt ez be van keretezve pirossal? Ja, hát innen loptuk el a izét, nem? Dehogy nem, innen loptuk el a csomagot, az egészségügyi csomagot. De nem látok ellenséges katonát. Vagy mégis? Aha, mégis. De nem jelezte be, hogy izé. Hogy az anyátokat? Képesek voltatok leszedni? Mivel lőtt ez le? Tönkretették a kis kopteremet. Na se baj, megyek gyalog. Oda nézd, még a víz is kidobja. Ó, bassza meg, miért úszkálok én? Na, az öregnek elintézem a izét. Csajt. Kibékítem a csajjal. Ja, várjál már! Én ezt egyszer megcsináltam, majdnem főzabáltak a krokodilok. Ó, ide komolyabb fegyver kell. Valami rémlik. Bazd meg. Bazd meg.
Itt is ketyeg. Bebiztosította magát a nénike. Aha, hogy... Baszki! Itt ketyeg össze-vissza. Hát, ha vissza kell jönnöm, inkább kikapcsolom. Így. Ott is egy izé. Hogy ez volt az? Innen lőtte ki. Aha. Jó. Itt is ketyeg. Baszki, milyen hangok vannak itt. Ajajaj, krokodil. Krokodil hátán, várjál már, ide kell egy kicsivel komolyabb cucc. Nem biztos, hogy ártott a krokodilnak, de ártott, ott elfordult. Jó van, úgy tűnik, hogy az megpusztult. Feladta. Most még te is jössz. Már nem jön. Azt hiszem, hogy a krokodiloknak reszeltek. Tehát át tudok menni itt már. De csak óvatosan, mert... Ott is csipog valahol. Bazd meg. Majdnem kiszaladtam. Itt is csipog, ott is csipog. Aha, ide értem a mamikához. Hehe, gyere, gyere. Ide csalom. Itt is csipog. Valahol. Jó, az már nem csipog. Maminak izéje van, üldözési mániája. Az tuti tudko. Ide elég lesz a pisztoly. Itt kiabál. Fent. Nem tudok ide fölmászni, mi? Nem. Te meg hogy jöttél ide, benyomorodjál meg? Téged nem bántanak a krokodilok? Gránát. Itt aztán mindenhol minden... Ketyeg. Bazd meg. Ma most már csak azért is megcsinálom itt az öreg asszony, majd adok neki egy maflást azért csak-csak. Csak-csak megjár neki. Hetvenkét méterre rakott tőle. Így bazdmeg, ez ekkorát szól? Komoly gondot jelent, remélem a krokodilokat. Most akkor újra föl kéne robbantanom? Ugye azok most... Megszűntek. Szűntek a lófaszt ott vanni. Bazdmeg, visszapattant a fáról a gránátom. Ilyet nem baszott Európa. Ott vannak. Ó, elfogyott a... Elfogyott a gránátom.
Na, ezeket mindahogyan ki kell nyírnom. Itt pittyeg valahol. Itt is egy. Itt is egy. Itt egy izé. Ilyen. Jó. Megpróbálok az úton menni. Leugrott a szüle. Na, az előbb itt voltam bajba. Mi a fasz? Elmegyek előre, akkor ő hátra megy. Baszki, nem tudom, hogy menjek. Mindenhol a csipogás. Ott van egy. Erre az előbb el tudtam menni. Itt nagyon ketyeg az óra. Erre nem tudok bemenni. Erre volt egy gránát, amit... Ojoj. Jó, az elég messze van. Hopp, ott is van egy. Remélem, azt robbantotta fel. Úgy tűnik. Na, gyere csak. Fölgyújtom az öreg asszony kifüstölöm. Hagy robbanjanak fel a cuccak. Közben figyelnem kell, nem amit hátulról megtámadnak a krokodilok. Jó, az ott felrobbant, ami itt volt. Ami van? Ott elszállt még egy. Itt van. Nem akarsz velem beszélni? Gyere onnan, mert meleged lesz. Én megyek oda, akkor tudja, hogy megsülnék. Csoda, hogy itt még nem kaptam lángra. Gyere már onnan. Főborítottam a tervedet. Hát gyere már el onnan, hogy fusson ki a szemed. Ásítozik a tűzben. Hello? Jó napot! Valamit itt ki kell kapcsolnom szerintem. Ugye a fene se tudja. Ott van. Jó. Nagyon ketyeg még. Az nem az. Aha. Itt van valami lik. Hát
kettő üzriasztó. Nem merek addig bemenni, amíg ég ott a tűz, mert ez a hülye ez képes fölgyulladni. Aha, most már kijelzi ott az izét. Hol van? Ég még? Oh, fasza, jó. Megkaptuk. Nem ezt akartam, a hülyet. Nézd oda, a hülye saját magát robbantgatja, fölmegy a cápák felé, vagy mi a krokodilok felé. Nem tudtam közvetlenül követni. Hát inkább felrobbantja saját magát. Kétszer haltam meg már a bolondasszony miatt. Az hogy került oda? Nem merek csak úgy átmenni minden. Most nehogy már újra kell kezdeni. Újra bassza meg az Isten. Na de kurva jó. Jó, most úgy nagyjából, mert tudom, hogy merre, hova, hány méter. Azt kilövöm, akkor puk. Ja, ahhoz eljövök ide. Jó. Így. Jó. Na most nagyon kell figyelnem, hogy az öreg asszony nyomát kövessem. Amelyre menekül lehetőleg, ugye. Várja! Jó. I have a letter from Lorenzo for you. Nézd oda, saját magát inkább felrobbantja. Hol is van? Ott mi? Rialina, I just want to give you a fucking letter. Az ott van. I have a letter from Lorenzo for you. Itt robbantam fel egyszer. Aha, ott van.
give you a fucking letter. Na várjál, hova tűnt? Visszament oda. Harmincöt méter ott táncol. Ups. Bazd meg, hogy szólhat ekkorát, hogy... Miguelina, I just want to give you a fucking letter. Hogy ezt nem bántják a krokodilok, csak úgy kérdezem. Ez biztos fájt neki. Ja, most jó vagyok, mi? Ez valami vicc. Hát ez nem normális. Ja, még ki nem... ki nincs kapcsolva az összes izé... robbantós cuccos, addig gebasz van. Krokodil is veszélyt jelent. Jó, most már a víz talán nem. Te ne szaladgáljál itt a nyomorék, mert nem sokára az leszel. Na jó, egyelőre nem érdemes követni a mamikát. Főleg amíg vannak ilyen izék. Pittyogó fasságok. Miguelina, I just want to give you a fucking letter. Ez valami vicc, ez az öreg asszony. Meg ez a krok, ez a küldi. Ó, van, ott van nő. Szerintem addig nem leszek kész, amíg... ezek itt működnek. Mi ez, valami vicci? Aszalt. Na, nincs mencsvárra. Várja? A krokodil csak ki kéne kapni a bundájából, nem? Ó, van még. Miguelina, I just want to give you a fucking letter.
itt is. Nagyon bebiztosította magát. Most mi nem lehet beszélni már vele? Apologi. I need to give. I just want to give you a fucking letter. Hello. Ott is van még egy. Gondoltam, hogy nem kéne elvállalnom ezt a küldit. Ajjaj. Ez igen csak közel volt. Nem bírom szétszedni. Miért nem? Hát innen? Innen igen. Vagy innen se? Innen se, bassza meg. Robbanjál már fel. Felrobbant. Ez az egy, amit nem tudok szétszedni. Ezt a gránátot. A faszom. Talán most már így elég lesz az öreg asszonynak, hogy tudjak vele beszélni. Na végre. Who are you? I'm a friend of Lorenzo's. Are you one of his children? What? No. Look, I have a letter from you. A letter? Why didn't you just say so? I did. Three times. Lorenzo apologizing to me? My heart. Na, tehát akkor, aki nem tudta eddig szétkeszedni az összes gránátot, fő kell robbantani mindent. Cool. I'm just going to, mi a fasz ez? I'm reading. Olyan, mint hogy egy disznó lenne, pedig vagy inkább egy kisebb dinoszaurusz. Ó, de alaktalan, formátlan. Jó. Kész vagy? Kész. Nagyon jó. Ennek a töketle... Vissza kell menni hozzá? Ó, és nem tudok fast travelözni. Lorenzo, I just delivered your letter to Miguelina. You couldn't warn me about all her booby traps? Dios mio, is she hurt? I'm fine, thanks for asking. Miguelina's fine too. She's just trapped in the past, like a lot of you legends. I hope my apology will put her on the path to closure. Now, Danny, please come back. I have another favor that needs favoring. Okay, Lorenzo. Még mindig csipog. Hopp! Tűzi játék. Már
Várja, most már tudok fast travelezni? Most már tudok, jó? Ez nem a szívem csücske, ez a küldetés, úgyhogy ezt nem fogom soha többet megcsinálni szerintem. Soha. Ez egy baromság. Elmegyek vissza, azt még csak nem is kell a csajnak. Hol vagy te? Aha. Itt meg dobálja csak a kést. Danny. Hey. I don't know how much history you kids read. My Victory Children. Milyen Children? Te szerencsétlen, még gyereked is van tőle. Várjál, olvassuk ezt is. Yearning to feel something other than despair. I am responsible. Ja, győzelem gyermekeim. Aha. Győzelem gyermekeim. Megérdemlik, hogy hallják a sajnálom szavakat. Jóvá kell tennem a gyermekeimmel. Mindegyikük évekig nem voltam hajlandó lefogadni a felelősséget, hogy apa legyek. Most szürkületi éveimbe számolnom kell a kegyetlenségeimmel, és tudatnom kell velük, hogy sajnálom ezekkel a levelekkel. Adjak nekik levelet. Utána békén hagysz? Elena Morales thinking. That speech was basically a declaration of war. Anton will not take that lightly. Especially since one of the legends joined sides with La Morales. Everything was nice and quiet up here on our mountain. But El Tigre has gone and put a target on our backs. You don't think we're safe here anymore? I don't know. We always had an understanding with Anton. We stay out of his business. He stays out of ours. You look well. Well, he's definitely... Milyen levelekkel kell tudatnia? Ez mi? Ja, aha, jó, ez egy jó. Cucmány nudli, akkor azt csináljuk inkább. Nem tudom, hogy hol van az öreg, amit beszél. Milyen leveleket kell odaadnom? Na végre. Itt a gyémántos küldetés. Megnézem ezt a gyémántos küldit. Nem megyünk rá senkinek a sírjára. Na, azt mondja, hogy Sergio, I am sorry, sajnálom, ezt nagyon-nagyon tudom. Google fordítóra tartom a telefont. Így fordítsad le. Azt mondja, hogy kicsit megpróbálok ránagyítani, sajnálom. Nem maradhatok a hegyen, a legendákkal kötelességem a családom iránt, tehát ha ők elmennek, én is elmegyek. Összeszedtem a La Morale minden kellékét, amennyit csak tudtam, ahhoz, hogy megtalálja őket, nem kell más tennie, mint etetni Danilót, és követni, merre repül. Mi a faszom az a Danilo?
Mondtam, hogy a pelikán viszi a súlyát. Vigyázz helyettem Danilóra, és sok szerencsét, Daniló. Dani, az nem egy ló. Daniló egy pelikán. Na, várjál csak. Nóti. I hope you made it, Yadira. Let's see where your Danilo leads me. Ó. Oh. Várjál, Daniló, amíg összeszedni valom. Igen, ne repülj. Ja, szerintem, hogyha adok neki enni, talán akkor. Várjál, Daniló, engedj oda a gyógyszerhez, nem? Így. Daniló. Gonyo, your mouth is huge. Ó, ez elmegy. Ne menje. Dani, mi van? I got someone to help me send you photographs of my children to your telephone. We did it. Ja. Ja, hogy te majd küldött telefonon a gyerekeit ki. Aha. Várjál, mert én hogy tudok ilyen hosszra repülni? Ott leszáll. Danilo, várjál meg. Danny, I bet 50 years from now, you will be able to kill a jaguar with your hand computers. I will never see that day. I will only have to imagine it. Danilo kicsit bebugott. Good luck. Na, még összeszedi magát a Danilo addig. Hogy tudjak neki adni enni. Addig én itt összekukázok. Danilo? Most mi van a Danilóval? Mit kell itt csinálni? Hát, hogy itt van valami, izé? Valaki neki állt lövöldözni, remélem, hogy le nem lövitek a pelikán, mert szíjjel szedem a pofátokat. Nem kell laptopozni se semmit. Kell valamit csinálnom. De sincs semmi. Nem túl egyértelmű ez a Danilós feladat. Ez most ide be van bugolva, vagy mi a gyász van ezzel a Danilóval? Mindjárt lelövöm. Nem. Ide okkal szállt le. Úgy, mint ahogy az öregasszonynál volt, hogy addig nem lehetett
Amíg fő nem robbantottam úgy nagyjából mindent, addig nem... Nem lehetett semmit csinálni, igaz? Tehát itt valamit értelmezni kéne. Azok lenelőd a Danilómat. Mi a fasz van még itt? Na mondjad akkor. Danny, got a present for you. An anti-aircraft cannon all ready for you to take out. Marking it on your map. Thank you. Aha. Meg itt van még ilyen. Nem tudom, hogy most mi van ezzel a Danilóval, most mi a faszt kell csinálni. Itt tovább. Nem találtam egyetlen egy levelet, láttam. Itt hol? Arra is rányomtam, hol van? Itni. Scribble note. Pelikán, na várjál, flying. Oh-oh, itt nekem valamit kék csinálnom. Aha, a pelikán, ahogy repül. Ne felejtsd el, megkérdezni. Na, fotózz már le. Azt mondja, hogy ne keresd el, ne felejtsd el megkérdezni. Siegfriedot, a hegyen felrepülő pelikánról. Ez azt jelenteti, hogy a hölgy már nincs a közelben, remélhetőleg minden oké. Jó, tehát akkor elméletileg most elolvastam ezt a szart. Itt semmiféle Siegfriedóval nem találkoztam. Úgyhogy akkor elméletileg minden oké, mehetünk tovább. Én mindjárt elővem a picsába, hát. Szórakozik itt velem ez a Siegfriedó. Vagy Danilo. Be vagy te szarva. Így. Ne, Danilo. Milyen Danilovat kellett volna, vagy milyen izé Siegfriedót kellett volna itt? Megkérdeznem, nincs itt semmiféle Siegfriedó. Ezért én nem szeretem ezeket a izékat csinálni. Gyémántos szarokat. Tiszta baromság. Érted, itt most megkapom a küldetést, lőjem szét ezt a baszást, szétkapjuk a darabjaira, atomjaira, aztán ennyi. Nem azzal van. Ja, ez most nem is az. Most itt a cimbiknek kell segíteni szerintem. Aha. Azaz. Better watch my step. Itt meg erre mutatja. Hm.
Itt a tatyó. Jó. Még egy pecs. Jön le a toronyból, kettő. Három. És lejött a negyedik is. Ja. Azt nem értem, miért nem repül tovább az a pelikán. Akkor elméletileg az valamit meg akart mutatni. Ugye elolvastam a levelét, most azért csak-csak mozgatja a fantáziámat. Azok meg úgy örülnek, mint hogyha tettek volna valamit. Jó van, nincs senki benne. Na! Menjek vissza danilózni. Nem, megcsinálom ezt. Lehet, hogy ezért nem engedett repülni, vagy ezért nem repültünk tovább. Ó, van egy ötletem. Kacok. Aha. Mégpedig az, hogy... ide... jó, még nem enged fast travelözni, de sejtem, hogy miért. Jó, innen már kimentem. Igen. Azt mondja, hogy ide. Nem tudok úgy fast travelözni, hogy izé. Repülve. Dobjon le, és ide. Ide tudok. Jó. Na, azt mondja, hogy gír, vagy röpködős. Megvan, szerintem megvan a megoldás. Na, töltsém el be. Így. Ó, várjál már. Jöde, jó. Semmi gond. Addig tudok elrepülni. Olyan. Mert nem lesz sehogy jetski, mi? Nem valószínű. De legalább jó, meg kéne közelíteni. Egész be tudok repülni, egész közel szerintem. A sziget széléig, ha már berepülök, az már jó. Így, így. Ja, hogy ez a Supremo még így vízbe is rédi, hogy ki használható. Aha. Ez tök jó. Várj, azért kicsit ritkítok. Jó. Itt egy ajtó. Nagyon fasza.
Incisi. Sniper. Daha o dziś nincs. Úgy. Jó. Gyerekjáték. Zuty, zuty, zuty. Ott van még egy. És kész. Jó. Mondom, mi a gyerekjáték? Na hát ez egy viszonylag könnyű, jól értelmezhető feladat. Meg lehet nevezni, nincs lőszer. Se baj. Supremo. Izé javítása érdekében tudunk. Mi a fenét fölvenni? Gyengített urániumot. Itt is van. Összekupaszkodunk. Összepakoljuk, ami kell. Aztán már mehetünk is tovább. Jó. Egy. Na most jó kibaszok a helyzettel. És melyik volt az? Itt volt ez a Lola? Nem? Itt van ez a kacsa. Kacsa fasz pelikán. Na ide jöhet egy fast travel, visszamegyek, hozok magamnak egy ilyen koptert. Nem fog ez a kacsa kibaszni velem. Már csak az ése. Így. Várja, hol a gyászba vagyok. Igen, a kijelölésem. Itt van, jó. Jó. Erre mennyi. Tedd össze már egy kicsit magad. És te húzzál bele. Most, hogyha most se sikerül ezt a kacsás lófaszt megcsinálni, akkor feladom. Na. Most mi is a baj? Most miért rakott engem ide-vissza? Ja, sejtem. Nem repülhetek át a izé fölött, itt a tanya fölött, hogy mi ez. Hogy valami ilyesmi. Igen. Ide lerakom ezt a helikoptert. Minikoptert.
Jó. Na még egyszer, kacsa. Ó, vagy. Hol a táblád? Ja, meg kell letetni, mi? Gonyo, your mouth is huge. Jó. Jaj, nem amit izé ledarálom a rotorral. Hüpsz! És megint lerepül a házhoz. Megint. Vagy nem? Nem a lófasz, nem, de hogy nem. Ja, de most jó, most valamivel jobb, most a tetejére szállt le. Jó. És nem volt olyan balfasz. Lenes! De leesik. Álljál talpra. Most... Hogy tudtam így belülni? Erre innen kéne valahogy lökni. Egy. Menj el innen, el ne vitt. Na, tehát elolvassuk újból a levelet. Értelmezzük. Jó. Hol a... Itt a kopterem. Jó. Megetetjük még egyszer a pulykát. Hungry, aren't you? See, who's the real guerrilla? You. Yeah. És számításaim szerint megyünk tovább, jó? Indítsd már be, pusson ki a szemem. Mi itt a légörvényre kellett volna nekem hagyatkoznom? Vagy hogy követtem volna ezt a kacsát ilyen gyorsan? Futnom kellett volna? Hova az anyja picsájába repül ez meg? Na itt már 50 méter fölött, egy kicsivel 50 méter fölött már kiírja, hogy messze vagyok. Ó, hogy baszódjál meg, most még itt valamit, még valamelyik csövessel kell beszélnem. Benes. Ó, összerogytak ezek. Szépen. Hova totyogsz? Igen. Várja, enni kérsz? Enni kér. Már megint megyünk. Ó, Danny, de kényelmesen indított be ezt a szart. Á, hát ezt hogy lehetett volna követni?
folyamatosan kiírkálja, hogy izé. Én messze vagyok most is, már 50 méternél. Leszáll két percenként szarni egyet, vagy mit tudom én minek száll le. És akkor itt meg hagyatkoznom kéne az izére? Felhajtó erőre, vagy mire? Várjál kicsit közelebb. Össze kell szedni a szajrét. Várjál. Jó van, ígérem, több ilyen izét nem csinálok. Hát a szülje meg beszélget is vele. Megyünk tovább. Nagyon helyes. Mivel is lehetne tölteni az időnket egy Far Cry játékba. Kacsa üldözéssel. Vagy mi a faszom, pelikán. És itt ezt hogy követném vajon? Jó, apukám, ez aztán tudám irányt változtatni pillanatok alatt. Öj, megelőztem. Most nem mondod, hogy leszáll. De mondom. Ide. Beszállok. Ne bazd meg! Agyon csaptam a kacsát! A faszom, rá repültem erre a pelikára. Jaj. Hát akkor hagyjuk. Most már tényleg hagyjuk. Agyon nyomtam csóró pelikánt. Hagyom a francba. Várja már, ott egy táska. Milyen táska van itt? Bazeg ellopja a helikopteremet. Na végre. Fent van a toronyba. Ottam. Valian, nem kaptam érte semmit. Gyönyörű. A
Legalább néhány lőszerem lenne. Vagy na, lőszert kaptam volna érte. Ez így talán gyorsabb. Supremo ready. Supremo kész. Hát az örökké kész. Most már víz alatt is. Minek írott ki örökké? Upsza. Mi ez az öreg arrébb költözött? Most már nem attól kell fővenni a küldit. Várjál. Ez itt már a kutya hol. Nincs sehol egy lőszer után töltő. Új, ez nagyon... nagyon attraktív. Azt mondja, hogy mit ír. Happy, boldog. Hát, Cicerón. Azt mondja, hogy... segíts Cicerónnak elpusztítani a hadsereg aktáit. A rezsimnek érzékeny aktái és információ vannak a gerillákról. Cicerón nem őrül, nem örül ennek. Ennek nem szabad örülni. Aha. Aktákat akar elpusztítani a Cicerón. Jó, csapjunk bele. Vagy-e, Cicerón. Nem gatyázik ez a Cicerón. Hova szaladsz? Ja, oda megyünk abba a kulipintyóba, jó van? Te rosszat tettél a tűzre. Szerintem. Ezért gondolt, hogy gyerek szállj ki a kocsiból, aztán játsszuk le. Reméljük Cicerónóba megyünk, ott lesz lőszer. Én nem állok valami fényesen lőszer ügyileg. Intézem, én nem kell vele tökölnöd. Azt mondja, jaj, szóval az bazd meg, még mielőtt robbantgatsz.
You too? Ide? Be? Nem kis pályázik. Csak intézkedj egy csicseron. Én addig körülnézek. Aha. Aha, ott mutatja, nézd csak, körülmutatja, 67%-ba kész az aktel, szétizé baszásot, hoppá, bazd meg, ez nem jött össze. Fosik a valagat, mi? Ennyi? Ja, hogy... Ó, bazd meg, még csak most... Mennyire vagyunk? 49%-ba. Honnan? Cicerón egy kicsit nyomjat már komolyabban. Várjál csak egy kicsit. Nem ez. Vissza. Mondjuk ez helyett, nem ez helyett, ez helyett, hol van a pumpás? Itt van, egy sörétes be kéne varázsolnom, mondjuk ezt, vagy inkább ezt, ezt még úgyse próbáltam ki. Bazd meg, ez még lángol is. Kubasszunk oda. Csak dolgozzál, csicseron. Hány százalékban vagyunk? Hol van a... Nem emelik... Nem emelik a kacsa. Kakas? Nem kacsa. Hola. The fires have been destroyed. Chicharron is fine. And the soldados? No survivors. It was a bit of a bloodbath, to be honest. Chicharron's favorite type.
chicharrón's name to mark his victory against the soldados. The higher, the better. I'm heading to you now. Go on. Ja, o co nie? Nowa mig. Aha, erre mutatja. Erre menjünk. Hoppa, tattyó. Elég fals hangja van ennek a kakasnak. Mi hangja van ennek már? Aha, megint graffitizünk. Na, pöpec. Na, most már van még egy amigóm. Vagy nincs. Amigo? Még mindig nincs. Hát, hogy a picsába. Help Chicharronnak. Még mindig a Chicharronnak kell segíteni. Hova lett? Te és én. What are we attacking today? Coconut stands, jaguars, an airplane? Airplane. No, no, no! Not again! Why do you hate my pot so much? All I did was give a discount to the soldados. Vezessek? Vagy mit akarsz? Ezt már megint beszarok, hát komolyan mondom, ez az üldözéses cucmány nudli, menjek utána. Megyek én gyalog, jobban utolérlek komám. Menjünk. Tudom, hogy lerúgtad volna. Hogy nem áll te? Jaj! Honnan lőzte meg, rohadjál meg! Gránát! Grenade!
Honnan jönnek ennyien? Igen, meleg van Cicerón, én is érzem. Ránáte. Jó, elméletileg még egy van. Nesze, neked nem ékszel? Hát mi ez itt? Mi ez a háborús övezet? Ott kell valamit csinálni, de mit? Gyere onnan! Mi a faszt kell itt csinálni? Szét kéne szedni ezt a tornyot, hogy ezt kell lefesteni. Fogadjunk. Nem kell festeni. Hát akkor mit kell vele csinálni? Kész. Aha. De csak ezt kell lefesteni. Chicharrón. Por supuesto, chicharrón gets what chicharrón wants. Ma nem volt olyan egyszerű ez a kakasos, küldi az apja faszát. Ez ku... Hopp, itt a másik amigo. Ez kurva jó az a izé, az a kis Puskin. Na, Cicerón, te is menj a dolgodra. Nem foglak én itt őrizgetni téged. Jó, mennyi. Na és akkor most mehetünk oda, ami először volt. Várján, össze kell kukáznom néhány lőszert. Egész komoly háremmel jár ez a Cicerón. Fullon van az amom, jó. Na azt mondja, hogy arzenál, nem az, ez. Ez volt az. Ide mentünk volna rögtön az elején. Oda messze van. Így. És ide. Kö.
Jo. Nyomom az elvet, itt akkor egész hosszú távolságokat meg lehet csinálni így. És még nézelődni is lehet. Inkább erre repülök, mert biztos, ami fix. Ernyőt tudjak nyitni. Jó. Mondom, tedd el azt a kurva fegyvert. Hova az anyja picsájába tűnt ez a... Ja, ott volt jobb oldalra. Mi a fasz, szülke mennem egy toronyba? Dalia, I'm at the statue. Bullets aren't going to cut it. I'm gonna need to blow it up somehow. Guess you gotta get creative, Guerilla. Si. Okay. Careful, Danny. Yeah, én azt hittem, hogy itt fog várni a csaj. Fekszik. És nem dumál. Over here. Az anyádat. Mi a lófaszt kell itt csinálnom? Szét kell ezt lőnöm? Nyilván. Baszki. Akkor ezt miért nem mondtad hamarabb te? Liba. Ez itt a cél. Ez a... Most kiúsztom a gyufát. Mi van next? Ezek jönnek. El kéne húznom a csíkot, aztán megnézni, hogy hogyan tovább. Na, itt már biztonságban vagyunk. Nem érek-e tovább? Le van szarva. Jó. Ez nem érdekel most. Ez van a legközelebb talán az öreg, nem? Nem. Rambo. 2700, hát ez van közel. Ami itt van. Aha, jó. Ma mi van már?
inkább így megyek. Jó. Tedd el a fegyvert. Pazeg indig eltűnik ez a kurva egérmutató. Egy. Hopp, ott egy tatyú. Meg ott egy nyüves is. Milyen jól áll neki a szemüveg. Hopp, ezt le kell karatézni. Egy. Te kis köcsög. Nem akartam elővenni fegyvert, azt hittem, hogy meg tudjuk enni, beszélni barátságos módon. Erre keresgeti a haverját valahol. Ribbazd meg, ez langszórózik. Te kis köcsög. Hol a faszba van? Ja, várjál, itt föl kell mászni szerintem. Itt lesz ez az izé. Az a tatyú. Na jó, itt nem mászok föl, várjál, itt talán. Gerilla, gorilla. Igen, itt ez a... Na! Már megint egy gönc. Egy kettes szintű. És azt mondja, hogy... Ez ilyen izé... Tűzállós? Na nézd csak, ez viszont többet tud, úgyhogy marad ez. De azt hiszem, hogy itt van a kutya. Elásva. Valahol. Ezt nem biztos, hogy jó kinyitni. Ezt a béna Denit. Aha, itt lesz a kutya. Azaz. Mi a fasz? Ötekszel a izéval? Boomerra. Ez az. Ott a nyakába az izé is. Bum bum. Én nevezem el. How about boom boom? Boom boom. Train it to go straight for the cojones. I like my dogs like I like my wars. Violent, unpredictable, and with a lot of humping. Something tells me Boom Boom's got some fight in him already.
Jó. Na, simogassuk már meg a bumbumot. Hogy. Jó kutya, jó kutya. Plusz egy amigo, azaz. Ez volt az, amire én emlékeztem. Jó, bumbum, te is menjél. Ha valami bajod lesz, akkor sajnálni foglak. Azt viszont nem akarom. Na, mi van még? Ami a legközelebb van, ez 5000. Ez a pöcs. Ez nem érdekel, ez se. Rambóhoz nem fog sorra kerülni soha. Igen, Supremo. Isla Santuario. Ja. Viva Libertad. Hey Danny, what did one guerrilla say to the other? Go so use Juan, the fucking workbench. Why do you trust me with all your creations? You barely know me, Aceri. An instrument. Jó, van, csak mondjad. Ez nem olyan rossz cuccos. Ez, várjál. Ezek közül nem ér egyik se lófas se. Ez se, ez se. Még talán ez. Jó, és akkor nincs több. Jó. Crafted by a master, must be played by a virtuoso. I have seen the way you play, Danny. You're like Stravinsky on Adderall. You have a gift. Gracias. But I would rather have a gift for escaping this island. Van válaszos. Jó. Ez, hogy 50 per 100. Office. Ja, aha. Jó. Azt hiszem, sejtem, miről van szó. Na. És nézzük, ki van közelebb. Arzenál. Ez a... Hogy néz ki? Az a baj, hogy ezeket ismerem. Nem sok lófaszt érnek. Ez az, ami ér valamit. Meg ez a szögbelövő. Aztán slussz. Az a izé, ez nagyon szórja Szotyit. Úgyhogy maradok én ezeknél a csúzliknál, ami nálam megszakadt. Így. Na, kinek a kő? Igen, hát ez az izé. Ez hogy... Waypoints. Skill. Ja, hogy... You want more? Na, várjál. Azért elolvasom. Aircraft, anti-aircraft. Ezeket az izékat, hogy... Amik leszednek, ezek a légvédelmi cuccosok. Ugye ezeket írtsam, és akkor szedjem össze a... Ideje egy szuperhős csapatnak, Dennynek a fegyvereimnek és a képességeidnek. Azt mondja, hogy több játékot szeretnél. Hozd vissza nekem a szegényített urániumok, azoktól a légvédelmi, igen, helyszínekről, majd vadulj a Supremoval, Resolver fegyvereimmel.
Ne feledje. Rangsoroljon, és még több tartogatok, többet tartogatok számodra. Jó. Na. Na, pícsó. Te jössz. Pícsó. Itt van, itt van, itt van. Jó. De hülye vagy, Laci, ott volt egy izé. Egy libertát tatyú. Vagy effendi, a fene se tudja. Várjál, kitaláltam valamit, visszaugrok. Ha nincs messze. Nem vett észre. Itt van, Libertát. Ez meg mit akar? My papa. Jó van, nem baj. Megígértem Pichónak, akkor már ha itt vagyok, akkor segítek neki. Ó, piálós. Cuc, ezt bírom. Ja, piát kell szerezni. Hoppa, itt többen vannak, mint ketten. Úgyhogy csak óvatosan. Itt van valahol még egy. Tetőn? Tetőn van a tető. Nem a tetőn van a tető. Pichó, vagy Csícsó, vagy mi a lófasz a neve, be akart baszni. Szerintem a diszkó, hogyha lesz, most elmegyünk a diszkóba, mert itt elméletileg diszkóba megyünk. Igen, akkor ezt jó lenne tovább léptetni. De hát szerintem nem fog menni. Kurva zene. Gyerünk, 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 lépjed. Lépjed tovább. Jó. Nem sok mindent hagytunk ki, egy kis piálást, meg egy kis izé. Salut. Ígyunk. Na várjál, arra kéne menni. Hol van, magasan vagyok? Mindenki iszik, aki nem bírja, igaz? Hoppá! Ó, bassza meg dolgány, nem tudok egyenesen futni.
Várjál, most minek kell ide jönni? Én nem azt mutatta, hogy ide kell jönni? Drink, cabron. Way ahead of you. Be vannak baszaint az a kör. Itt egy levél. Várjál már, hova kell most menni? Ez a picsó lemaradt. Majd jöttünk már, ide mutassad már. Ja, itt már voltam. Kitisztult az agy. Itt valamit kell csinálni szerintem a diszkós oldalon. Nem drinkelünk, mert nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. Másik oldalra. Igen, hát itt normál esetben ugye szólna a zene. Csak a szaros YouTube miatt nem lehet. Vagy ide kell jönni? Rendezkedünk egy kicsit a kocsmába. A pícsum... Aha, várja. Ott mutatott valamit. De mit, fő kell mászni? Mi a gyászt kell itt csinálni? Ígyünk egyet. Itt nem. Lehet, hogy fő kell mászni. Nem? Hopp, várja, gyere vissza. Ezt azért bepingáljuk. Nem tudom, baszki. Hát nem mutatja meg, hogy mit kell csinálni. Várjál, music coming from the... Elolvassuk. Danny, Danny, drink. Ronali. Party. Azt mondja, hogy vár, én leszek a magányos fickó, aki szegundába vár, menj a buliba. Menjek a buliba, jó, megyek a buliba. Vagyok a buliba.
Hosto, vidiš. Yo lo recojo. Guárdaselo a ella, ¿no? A Lucía. Easy. Watch, watch. Tranquilón. Su bote está ahí tirado. No, yo iré a chalo a Pichu, ti chalán iré yo. Pichu, Michu, Chichu, y un kedjetere. Mondj már épp, hogy zenéljek egy kicsit. Bum, bum. Hát ez a gáz, bazd meg, hát nem... Menjek a buliba, és nem lehet beszélni senkivel. Itt vagyok a buliba, de nem szólhat a zene YouTube miatt. Most mi a lófasz van utána? Erre még ezt a jobb... Értelmezzük csak ezt a bal felső sarkot. Mi van ide írva? Azt mondja, hogy... Menj a buliba, zenét hallok a templomból. Jobb, hogy nem unalmas. Zenét hallok a templomból, jobb, ha nem unalmas. Talán a templomba kéne mennem? Vigyázz! De hát nem tudok bemenni. Nem. Na jó van, skacok. Méter. Pedig rá kéne jönnöm a megoldásra. Oda föl kéne mennem. To your health. Yara! To me! Hogy menjek oda föl? To you, carnal. No! To you! Drink! Orale! A chupar, próbálom még egyszer. Nem hiszem, hogy ez lenne a megoldás. Jó nyomod. Itt sem. Futkározok ám körbe-körbe. Azt hittem ott villant valami.
De nem, hát csak itt lesz a megoldás, de hol? És mi? Na még egyszer föl a templom tetejére. Hát tudja, hogy nem oda kell menni. Nem. Megütöttem magam. Ez a picsó pécs, ez biztos, hogy nem szed össze. Na, hát hogyha értitek ezt, majd írjátok le. Pedig ezt, annyit, hogyha már ezen túl lennék egyszer, csak akkor szólt a zene. Na drinkeljünk, essünk neki még egyszer. Úgyis meg kell csinálni, tök mindegy. Jó. Hallgassam, hát nem igaz, hogy szól a zene. Csönd már, csönd már, csönd már, csönd már. Így vegyi gyümi, úgyhogy talán nem lesz belőle copyright. Be vagyunk nyomva. Jó. Oda nem tudunk kiugrani. Opa. Vagyunk a diszkóba. Itt elméletileg diszkó van. Ugyanaz van, mint az előbb, csak most részegen. És hol van ez a csícsó, pícsó? Lehet, hogy ezt a pöcsöt mozgásba kell tartani? Aha. Ide kell csalni? Aha. Ja, akkor ez lesz itt a megoldás. Hogy ez itt nem akart ide jönni az előbb. Na, ígyünk még egyet, és akkor már... Aha. Ez a hülye gyerek nem akart ide jönni a templomtól. Ebola. Most megyünk a DJ-hez. Aha. Na most nyomjuk a reppet. Jó. Jó. Nem akart ide jönni az a kurva életbe. Ezt kell mutatni. Nem akart ide jönni az a nyomvat templomhoz.
Oh, shit. Córko, Jung. Hey, where are you, man? Danny! Bicho, come mierda. Where'd you go? Danny? There's a really big dog here. Is that a cow? Dog. Where did you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are. I'll come find you. A suya. Stop it! Bad dog! No, escucha. ¿Qué coño es eso? Hűha. Kutyának nézi a tehenet. Bár az inkább bika. Csak nyomjad. Ojaj. I love you, doggy. Ah, shit. Shit. What the fuck? Az idő ugyanazik, a szülye. Gyere ki a bikától. How do you become a guerrilla? Ojaj. Does Clara give you a test? Yeah, bicho. She makes you get up at like 4 in the morning and do push-ups. What? Yeah, 1,000. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada, fucking math? No way. No way, way. You're full of shit. You're lying. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind. Forget it. Danny! ¿Qué? I can't look at our old graffiti. It makes my heart feel like a bag of dog shit. We need to cover it up. Go, Danny. Paint my pain. Because that's what my dream is now. Radio Libertad is just a broken heart full of shit. There, now it's messed up. Just perfecto. Like me. Oh. Ja, hogy... Ja, igen, valamit vágok, hogy ez bele volt zugva ebbe a csajba. Aha. Every single one. Really? How many did you do? Like, at least 100. Nice. Drink? Danny, I need to hear their voices. I need maximum... Hogy lehet ennek a tetejére fölmenni? Up, itt. The bicho, my little chalupa. I think it's time for some real guerrilla shit. Follow me. Oda valahogy föl kell mennem. A másik oldalról szerintem. Ja, igen. Onnan. Á, kurva létre. Castillo.
Hakuna Matata. Most már tudom, hogy hol vagyok. Erre innen kell jönni, vagy a másik oldalról? Nem, innen. Hello, szia. Fölöttem van valami. Nem, csak már megint a picsó lemaradt. Ugyan. Már megint lemaradt a pecsfej picsó. Szalag mindent megold. Nem lehetett becsalni ezt a gyökért a buliba. It's not fair, man. You're right. It is. What is it? Jó, ezt is lerendeztük. Danny, how are you holding up? Let's see. Paolo's gone. Bicho's a crying mess. And Talia's just fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Maximus Matanzas is too far gone. Maximus Matata, Matantas. Dr. Talia, don't give up on them, Clara. You're called, Danny. Ott valahol mutat egy tatyót. Lehet akkor az fent van? Nyilván. Ott van. Karkötő. Rádió Libertát már megint ide rakott vissza. Hát itt már voltam, ugye?
el castillo Gisaniria for me, Guerrero. No. Hát, gyerekek, akárhogy is nézzük, mindenki szerintem máshogy játssza ezt a játékot, hát én így ebben a formában játszom. Ha tetszik, akkor dobjatok rá egy lájkot, aztán iratkozzatok fel, ha nem tetszik, akkor javaslom, hogy lépjetek tovább, aztán próbáljátok ki ti is. Mindenképpen próbáljátok ki, mert egy kurva jó játék, csak hát mindenkinek megvan a maga stílusa, hogy ezt játszani tudja, vagy játszani fogja valószínűleg. Na, amíg jön a következő rész, addig is elköszönök tőletek, jók legyetek, szevasztok!